Ez gyönyörű, ennél tovább jutni basszus, tehát az alacsonynál szedjük már alacsonyra a grafikámat, mert ez itt túl magas. Erről van szó. Erről van szó, gyönyörű. Hát ugyanaz, mint előbb, csak nem megyünk messzire. A legkitartóbb dolog ebben a játékban van a fizika motor, de ez a fehér vonalak a bázison még mindig lebeg, tehát nem tudom a gravitációnak. Oda menjek fel, vagy hová megyünk később? Ez nem fog a földön. Ez nem fog a földön? Földön nem éljen? Ez nem. Éljen. Ezek nem fognak amúgy bevállalni közze a harcot, mert akkor a tank hátrányban vannak, hogy szétetlen. Na majd a rombolható házak az aztán kurva jó lesz. Mint a Lego, úgy fog leomlani. Anya. Aha, majd egyszer. Majd 15.8-ban. Igen. Zönyöm, hogy meg a havok ismét, motor, ismét visszajön a hír. Amiről mindenki álmodozik. Állítólag következő patchben már havok. Jó, annyi hát fog történni. 9.0-ban is állítólag havok. Na jó, hát a következő évben. Annyi fog történni, én kilesek spoton, ti nem jöttök tovább, csak ha sokan vannak, mert nem fogom azt eljátszani, hogy befoglalnak. Kilesik, hogy itt vannak-e. Soha többé a meghalok, az kész. Út a most jó helyen van, hogyha ott jönnek, akkor fogja őket spotolni, nyugi. Ah, itt jó. Jönnek. Gyertek. Na végre! Csak lejátszanak egy rast, ezért arcba. Az összes kis tankjukkal. Face, ez nem lenne dobtáros. Az. Dobtáros. Revolverre meg minden. Hát 69 vagy 50-100? Hát 50-100. Ami kijön. Az még egyébként gyengében páncélott, az a vicces. Nem csak lop van. Jó, hát akkor mindig a lop HP is. 19 van, majd középen félszemmel nézzétek. Jó, van. Itt is fel. Jó, hát, na. 50%, ezt adjuk neki. Jó, hát akkor menjünk. Hátrébb. Gyerünk. Óvatosban, 50%. Csak agresszív van, hogy hírom. 50%, oljétek meg, köszönöm. Szép is3-at. Is3. Én már a T-32-t fogom ülni. Tiltom 9 hitte elő. Nem, mert lepatonom a oldaláról. Csakbe fogom ülni. Kifogyott, ezt lőttek ki. Hát T-32 mellé. Egy lövés még valaki. Nem, mert nem adok át. Jó, go, gyerünk. Az 50-100, töltsön újra és nyírja ki a 13-90-et, jó? 50-100 az nem igaza. Igen, mert a 13-90 az be fog állni kerpe. Goldal lő. De tudom, 900 hit végig hitte előtt, úgy átvágott, ahol akart. Mennyi is a penye? 3.40? Nem, 2.50, lejjebb vették. Ó, csak 2.50? Három, hát eddig is 300 volt. Nagyon jó, hogy ez sem, mint szel basszus. Jó, valaki beáll kepre, mondjuk egy ilyen beáll kepre. Csak 33-at sebződtem, melyek kepre? Jó, 50%-val nem vagy betöltve, akkor is rá kell menned. Neki mész, leütközött, megharapod. Ketten, mindjárt 3-an. Két T1. Yes, yes. Két lövése van a T-29-nek, egy. De jó, mehetünk. Áj, lepattanok róla. Fiksorolyos, még nincs kint tűnés. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. 3. Mennyi? 50-100? Leszed! Most lesz sebzésem és nyerek is, tudod, hogy nem. Az 50-100 a miért nem fentről néztél? Lőj, lőj, lőj! Állj meg! Hát ezek befoglaltak, beszarok. Ezt megint csak meg kell ismételnünk. Felszínésztem, de nem volt spot. Ilyen van ez. Volt sebzésem, úgyhogy veszettem. Egyébként valami olyan brutálul rombolja mindent, mármint az értékelést, hogyha vesztesz, hogy az valami hihetetlen. És ezt nem hol is látod? Hát jó. A voltas értékelést. A personal rating az folyamatosan frissít minden meccs után? Igen. Na várjál nekem. Tehát az előbb 7816 volt, 2 vereséggel ezelőtt, most 7786, tehát valami elképesztő módon adja. Figyelj, nekem nem tudom mennyi volt, de egy pár napja 7200 voltam, most 7300, nem is érdekel az értéke és mennyi rakásszor, de nem biztos, vagy nem dobál olyan sokat. Szerintem. Ha belegondolsz, most 3-at vesztettünk egymás után, mert szarok vagyunk.
Nem, nagyon sokat dob egyébként. Vagy biztos vagyok. Szerintem nem. Hát most kepp, csatában megvertük őket, ez legyen a lényeg. Azt a bekeppeltek csak... A játék azt leszarja, mert ez a játék, ez egy olyan játék, ami annyira logikus, hogy srácok, elvtársak, tábornokaim, itt egy ütközet, elvesztettünk a 98 tankot, viszont volt nálunk egy zászló, egy levegő karika közepén, másfél percig, úgyhogy szerintem ezt az ütközetet megnyertük és mentünk a következő területre. Igen. Párizs a miénk, leszettük a zászlót a cukrászdáról. Az erkölcsi győzelem a miénk. De csak amit Karvaj mondott igaz, hogy kicsit hülyeség. Szerintem én csinálnék egy olyan játékmódot, ahol nem lehetne foglalni. Hogyha. Vagy ne legyen foglalás, csak kezdőpont, az sokkal értelmesebb lenne. Lenne egy külön játékmód, ami a foglalásról szól, azt hívják Encounternek. Jó, hát ugyan. Na, akkor egy T1 mocsár, egy T1 közép, mi meg megyünk be a városba, kész. Ha most meglátjuk, hogy az egyik T1-ünk meghal, akkor szerintem hamarabb reagáljunk rá, amúgy és hamarabb induljunk visszafelé. Mert az előbb is meghaltak a T1-ek, rögtön vissza kellett volna valakit küldeni. Volt a baj. Milán, gyönyörű szép festésed van. Tudom. Már láttak. Hát vajon még? Hát te van kell. Ó, egy hét hallom. Róla ne pattant. Á, mert a hülye. Mi a? Jó. Rólad nem középre... fog, mert neked nem üreges a páncél, ott a hülye. Ezek középre beálltak. Aha. De hogy van akkor a látótávjuk? Ott az AMX. Tehát nekem csak ennyi kérdés. A Fűzmária, ez. Azt jól láttam, hogy átlőtt a... 3.15-öt sebezett, mi van ott még? 50-100? 100. Szerintem mind bementek. Jó, T1, menj tovább a mocsárba. Mi emberek innen elmozdulni, azt így lehet. 13.90, T69, 110. Mind arany előtt? Hát... Hogyne? Ezek más lőszer típus nem ismernek. Ezeknek az van az 1-es, 2-es és a 3-as része. Pont szikra meg menjek a mocsárba. Menjen, jó az új. De a javító csomagok helyén is az van. Jó, tiltom 9, 50, jó, gyerünk be a városba, gyerünk be a városba. Nem maradjak a bázis mellett? Jó, de maradj a bázisnál, Karvaj, tehát jó lesz. Tudod mit, én remegyek a 19-re. Hatokem. Mert én úgy tudnám magam, mit szóltok hozzá? Gyere, támogatlak hátulról. Unom magam, meg megint sebzés nélkül veszítenénk. Legalább viszont a sebzést is úgy veszítünk. Mert úgy látom, az GGVP a városban. Hát, na. Le voltunk HP-zva. Úgy bírom, hogy 50-100 mozgásból simán. 19-90 normál lőszert töltött be. Lesz arra. Elfogyott a sima. Á, rossz tettek a gold. Elfogyott a gold. Jön vissza. Igen, és láthatatlan nézd. Ott egyébként még mindig garantált. És most jön egy szép, gyönyörű. Rush. 19-90 haza is ért. Na, akkor buktuk az ötödiket is, ezt az eddigi legszarabb módon. Mi van? Vagy negyediket? Ez az ötödik zsinórban? Negyedik, aha. Negyedik vörös. Nekem hagyjuk, ez egy égi jel. Nem. Ilyenkor meg már nem lehet abba hagyni. De. Nem. Pont most kell. Nem. De Karvaj, mit keresek középen? Fürödj egyet. Karvaj, menj el vacsorázni. Már lettem. Köszi. Jól laktál? Menj a f***ba. És hogy van még mindig full HP-n ez a f***? Így. Á, az jó volt. He got the moves like Jagger. Most már nem tud gitározni. Nem. És ez az átlag sebzésem. Csapatcsata. Jó, tudom, kérdez, menj előre. Lehet előnyösebb lenne, hogyha gyorsba megfordulná. Nem tudok itt megfordulni, mivel akkor meglődöm. Én is úgy átviszi hitte először, hát ez teljesen dosz mindegy. Ki mondta, hogy forduljak át? Én. Az a baj, hogy jobb tankokkal jön ebbe, mint mi. Már engem tegyél mikor... ki, nekem lehet, már mennem. Lehet, hogy mégis ér valamit, az is 3. Állíts meg. Nem az is 3, dobtáros kell ide, nem ilyes 3. Fasz szar az ilyes 3. Ó, csak legyen kazna. A nem á. Nem áll, ott van kazna. Na jó van, szerintem ezt most hagyjuk abban. Az a baj, hogy túl, tehát a mi csapatunk
Ma van két kék, ugye meg zöldek, és ugye ez a szar nem úgy csinálja, hogy kéne, hanem ilyen pikeket dob benne. Hát este feljönnek ezek. Igen, este feljönnek szórakozni. Este nem jó, már nem jó így, hát ez esélytelen. Máskor nem nagyon tudunk játszani szerintem, mint este. Jó, hát most üzenetség, mint eddig, aztán majd meglátjuk. Feljöttünk reggel 6-kor is játszani, csak az, akkor meg lehet nem leszek túlságosan friss. Azután valójában 6-5 az állásunk. Győzelembereség. Most ezt most fogunk egyenlíteni. 6-6, igen. És aztán 50%-ig ne hagyjuk abba, nem megyünk az alá. Gyönyörű. Ennek a 4-16-nak brutál álcája lehet. Hát nekem is volt. Jó, hát itt most nem fogunk szórakozni, rájuk rásolunk, azt most nem próbáljuk fókuszban nyomni őket, ami esélytelen lesz, de megpróbáljuk. Megint én nézek ki, max engem fókuszoljanak szarra. Tudom, ezek hol fognak állni, itt a kis kanyarba. Ja, egyértelmű. Alulról fogják küldeni a Pershinget, vagy a 1090-et. Az igen! Nagyon skilles vagy meg. Bocs. Jó. 50-100. Menjen vissza. Ezért 4-16-unk is van. Akkor ő menjen. De nem jó, 50-100. Na, mi legyen. Jó. Valamelyik is, hogy menjek vissza. Akkor 50. Az a baj, Linkin. Az a probléma. Hogy te megnézed az XP-met és már eldöntöd, hogy akkor ezekkel nincsen létező taktika. Pedig meg lehetne próbálkozni valami váratlan, amit ahogy az a Sahun csapat csinálta. Igaz, hogy nem kaptak a se, de legalább nem lettek megalázva. Nagyon meg lettek alázva. Jó, vissza menjünk bázisra. Érted. Ezt a fordulási sebességet, ez pont olyan realisztikus, mint egy IS-6-nak a fordulási sebesség. Hagyj jöjjenek kiebb egy kicsit, ott nincs is inkább udánba voltak. Majd beváljuk őket ebbe a kanyarba. Nem biztos. Amúgy azt csináltuk múltkor csapat helyzébe. Jöjjenek ilyen. Itt bevártuk őket a kanyarba. Fókusz. Tovább kellett volna mennem? Azért engem mennek. Kösz, hogy nem szóltál. Bevárjuk őket a kanyarban. Is. Én erre a kanyarra szállítottam, szóval kapjuk a hát miért is ütném át? Most kettőt zózzuk le egy gyorsan. Úristen. Ennyi kohold mennyiség a földön nincs. A perséget miért is ütném át elvégre? Ennyi, hát most rendet más mondani. Egy. Tessék, karvaj. Nem, vagy legalább nem kapnak páncélosokat. Most ne várj be őket, fuss el. Fajnak. Van egy tenger a... Lehet. Meglátogatom. Igen, menj oda, ne üljenek meg. Bár még talán a Pershinget még kizről nem írni. Akkor várj be őket valami rejtek helyen. Á, fölösleges. Menj be fürödni. Jaj, menjél csak fürödni. Én egyébként nem vagyok a fürdés híve. Nem most. Nem most. Az is nem. Ja, az is. Mit sem meg akarnak ölni. Te egy csak lehet. Bekeppelnek, az cső. Látnak. Igen? Hogyan látnak? Nem tudom. Na jó, majd holnap leszek. Szevasztok. User disconnected from your channel. Mongol! Ó, ez egy elég erős. Inzultus provokáció. On a sportsman's like conduct.